temető szent hely, egyrészt azért, mert fölszentelték ezt a helyet akkor, amikor megnyitották, azaz az Istennek ajánlották a temetőt. Szent azért is, mert megszentelte a gyászolóknak a könnye és imája. Ha mesélni tudna ez a temető, mennyi fájdalomról, mennyi tragédiáról, mennyi kettétört sorsról, mennyi szenvedésről tudna mesélni. Közös imádságra várták az emlékezőket a bátaszéki katolikus temetőben november 1-én. A Mindenszentek és Halottak napjának már több mint egy évezredes hagyománya van. Valamikor az ezredik év előtt még a Klünyi bencések Franciaországban kezdték el ezt az ünnepet, amikor megemlékeztek mindazokról, a megdicsőült szentekről, akiket nem név szerint emlékezünk meg, akikről a liturgiában, hanem akik eljutottak Isten színelátására, de nem ismerjük a nevüket. Utána jött az a szokás, alakult ki az egyházban, hogy a második napot, az pedig azoknak a megholtaknak szentelik, akik még a tisztulás állapotában vannak, tehát még nem jutottak el Isten színelátására. Ugye ebből alakult ki azután az a szokás, a temető látogatásnak az a szokása, hogy virágot hoznak ki a hozzátartozóiknak a sírjára az emberek, gyertyát gyújtanak, és megállunk imádkozni. Én is ezt a hármas dolgot emeltem ki most is, hiszen a keresztény gyászhoz és megemlékezéshez ez tartozik igazán hozzá, hiszen a virág az életnek a szimbóluma, a gyertya Krisztus jelképe, az imádság pedig azért szükséges, hogy azok az elhunyt szeretteink, akik még a tisztulás állapotában vannak, és akik már önmagukon nem tudnak segíteni, azok is eljussanak Isten színe látására. A közös imádság egyik célja, hogy azokról a lelkekről is megemlékezzünk, akiket már elfelejtettek. A szüleinek, a nagyszüleinek, a sírjához mindenki oda tud még menni, de azok, akiknek esetleg nem voltak gyermekeik, vagy akik már olyan régen haltak meg, de még esetleg rászorulnak erre az imádságra, azoknak nagyon fontos ez a közös imádság is. Urunk Jézus Krisztus, emlékezni és imádkozni jöttünk. Arra próbáltam fölhívni azoknak a testvéreknek a figyelmét, akik itt voltak a temetőben, hogy amikor a temetőbe jövünk, az egy szent hely. Az olyan szent hely, mint a templomba mennénk, hiszen hármas értelemben is szent. Egyrészt föl van szentelve, Istennek van ajánlva, ugyanúgy, mint egy templom. Megszentelte az imádság és a fájdalom azoknak az embereknek, akik elkísérték a halottaikat ide, a temetőbe, és hát sokat tudnának mesélni ezek a sírkövek azokról a széttört életekről, fájdalmakról, amit az emberek itt átéltek, és azokról az imádságokról is, ami az Istenhez szólt. És hát szent olyan értelemben is, hogy minden temetőben vannak már olyanok, akik eljutottak, biztosan eljutottak Isten színe látására, azaz szentek. Tehát azt is fontos tudni, hogy mi, amikor a temetőben járunk, akkor olyan helyen vagyunk, mint a templomban, szentek erekéi fölött járunk. Ezért is nagyon fontos, hogy hozzájuk is imádkozzunk, hogy járjanak közben, egyrészt értünk, egyrészt pedig azokért a megholtakért, akik még rászorulnak Isten irgalmára. A közös imádság után Herendi János nyughelyét szentelte fel a diakónus. Az egykori plébános síremlékét a város önkormányzata készítette el. A Mindenszentek ünnepe kifejezetten a katolikus egyházhoz kapcsolódik, de elhunyt szeretteikről a református temetőben is megemlékeztek a hétvégén.